Sziasztok, Painfu vagyok, és ez itt egy újabb videó, még az egy újabb epizódja a... Mi is a neve ennek a sorozatnak, már is felejtettem. Premier League Upgrade-nek egy újabb epizódja. Ahogy látjátok, az előző epizódban három embert is tudtunk upgrade-elni. Matt Phillips-et ott jobb szélen, támadó középpályásunkat Mason-t, és a másik középpályásunkat Zelálemet. Két pontunk maradt az előző epizód után, úgyhogy ebben az epizódban szerintem vagy a bal hátvédemet fogom megpróbálni fejleszteni, vagy esetleg a védekező középpályásomat. Úgyhogy, ja, kezdjük el, és játszunk egy mérkőzést. Na, játszhatunk az ellenfelünk ellen, akinek egy elég rossz csapata van, 72-es összhanggal, de ott van neki Nasri, elég rossz lesz a késleltetés. De a csapat besorolása csak 64-es. És igazából egy francia. Félig francia csapat, már kezdi kiépíteni azért a csapatát, látszik rajta. Na jó van, verjük le őt is. Remélhetőleg minél több pontot tudunk szerezni. Jól kezdi, passzolgat hátul. Eladja a labdát, Campbell, és rossz szerelés, Campbell mellé lövi, Phillips, ő is mellé lövi, úristen. Na és most futunk, Phillips, 4 csillagos szerezés. Inkább félreáll előlünk, oké. Okay. És az indítás, Campbell! Ajajajaj, ez nem volt elég jó. Szerintem innen szép szabadot lehet rúgni, úgyhogy ezt inkább így hagyom jelenleg. Megállt a játék. Semmit nem csinál. És megszakadt a kapcsolat. Ennek se volt sok értelme. Játszunk szerintem még egy mérkőzést, mert ennek igazából sem értelme nem volt. 50-es összhang. Ájjájjájjáj, van egy Nania. Azon kívül pedig argentin része van ennek a csapatnak, de hát eddig mind egy elég ganénak tűnik a csapat. Na, remélhetőleg őket le tudjuk győzni. Ájjájjájjájjáj, ezt nem gondoltam, hát ugyanolyanak lettek szinte a mezek. McQueen, szép. McQueen, Villám McQueen! Végigcselezi az egész pályát, aztán... Mellé lövi. Phillips. Az nem semmi! Azt a mindenit! Gyönyörű öngól! Azért ehhez gratulálnék! Ehhez gratulálnék az EA-nek! Fantasztikus kapus! Nem csodálkoznék, ha ezután kirage-elne! Mi? Ne! Hú! Ne! Rossz emberhez pattant! Jó! 48-as. Szép Burke, szerelés. Campbell. Tudod mit, csak elkezdek futni vele. Campbell, lefut mindenkit. Campbell, és a lövés, BUM! Ez az, 2-0 az állás. Szép gól volt Campbelltől. Lefutott mindenkit, majd berúgta a bal alsó sarokba. A szegény kapus nem sokat tud, főleg ilyen alacsony chemistry-vel. Szép, Zalálem. Campbell. Szép lövőcse, Campbell. Még egy, de felrúgják. És most mi történik? Miért állítja meg? És kilépett. Ez nem semmi. 2-0 volt az állás, megnézzük a szabályokat. Szóval. Szereztünk 5 pontot a győzelemért. Az eddig 2 meg 5, az 7, szereztünk 2 gólt, akkor az 7 meg 2, az 9,
nem volt több mint 3 gól, nem volt mester 3-as. Miénk a man of the match, úgyhogy ez plusz 1 pont, úgyhogy az 10. Nem volt 9,5-ös, nem volt 16-oson kívüli gól, nem volt cselezős gól, nem volt szabadrúgás gól, nem volt 3 assziszt. Nem kaptunk gólt, úgyhogy ez 11, és Rage Quit, úgyhogy ez 12. Úgyhogy jelenleg 12 pontunk van, és ebből fogunk gazdálkodni. Úgyhogy 12 pontból ezt a csapatot szeretném átalakítani, és úgy döntöttem, hogy... Hát mindjárt kiderül, kit fogok fejleszteni. Na jól van, visszatértünk, és ahogy láthatjátok, a bal hátvédomat fejlesztettem. Méghozzá 8 pontért fejlesztettem, úgyhogy maradt 4 pontunk, mivel hogy 12 pontunk volt eddig. Úgyhogy Garmstone-t fejlesztettük, akinek eredetileg amúgy 90-es tempója van. És hát remélhetőleg tetszett nektek ez a videó, hogyha tetszett, dobjatok egy lájkot, hogyha nem tetszett, dobjatok egy diszlájkot, és mondjátok el, hogy miért nem tetszett a videó, írjátok le a komment szekcióba, hogy szerintetek itt fejlesztek a következő epizódokba. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, én Painful voltam, és a viszonthallásra.